Struhala József. Köszönöm szépen, József. És akkor, kedves József, áruljuk el a zsűrinek, mivel készültünk mára? Tehát milyen két nótát hallunk, és miért erre esett a választás? Hát remélem nagyon szép, ahogy hallottam, hogy tudom előadni, azt nem tudom. Hát hallgassuk meg, és kiderül, hogy milyen lesz, jó? Jó, hallgassuk. Ne szívjatok soha engem, én a szidást nem érdemlem. Nem tudok más lenni, mert akinek a szíve fáj, hajnalban is mulatni jár, nem lesz a bor. Semmi, szeretem a cigány zenét, az italból sosem elég, rohanott a végső sötétem. Szeretem a cigány zenét, az italból sosem elég, rohanok egy végső sötét elmúlás elébe. Éjszakáról éjszakára húzatom a csárdába. Vége van már, vége. Akkor sírassatok engem, ha majd innen a szívemben elfogytak a nó. Vésétek egy szürke kőben, lesz a csekély pár szó. Volt egy szeregy, oldus szegény, a rossz ajkón oldás legény. Volt érte álmod, hadd menjek én a feledébe, vigyetek a temetébe, vésétek egy szürke kőbe, ez a csekély pár szó. Volt érte,
nincsen nékem, száz hold földem, nincsen nékem, nagy házam. Apró gyermek létemre már térdig jártam a sárban. A nagy lányok rám se néztek, azt mondták, hogy nőjek még. Végül mire legény lettem, férhez ment a húzunk. A nagy lányok rám se néztek, azt mondták, hogy nőjek még. Végül mire legény lettem, férhez ment a húzunk. Azóta sincs házam, földem, sosem leszek gazdag már. Azt sem mondom, hogy a lányok álmodozva néznek rám. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony. És az az egy csak te lehet, drága kincsem galambom. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony. És az az egy csak te lehetsz, drága kincsem galambom. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony. És az az egy csak te lehetsz, drága kincsem galambom. Nem is kell, hogy szeressenek, elég nékem egy asszony. És az az egy csak te lehetsz, drága kincsem galambom. Struhala József János Idáról. Köszönjük szépen. Zsűri Károly. Hát köszönöm szépen a produkciót, és itt Kata a fülembe súgta, hogy örül, hogy tovább juttattuk önt. Úgyhogy hát ezt valahogy így kell csinálni, ha erre adjuk a fejünket. Ezt mondtam az előbb Katának is, hogy el kell dönteni, mivel hogy ez amatőr énekverseny. El kell dönteni utána, hogy szeretnénk-e énekes lenni, vagy pedig csak amatőr szinten tovább a család szórakoztatására, illetve esetleg egy nyugdíjas klubba. Én nem hallottam. Tessék? Nem is arról van szó, hogy ő nyugdíjas. Látom, hogy nem nyugdíjas. Úgyhogy, de azt, hogy így előadni egy csárdást, vagy egy hallgatót, amit tegeződjünk már, mert idáig is tegeződtünk, így előadni, hát én csak csodálkozni tudok, hogy autószerelő létedre így mozogtál, így kezelted a mikrofont, így adtad elő ezt a két nótát, illetve a csárdást. Úgyhogy, és az meg nagyon tetszik, hogy megfogadtad a tanácsunkat. Köszönöm szépen ezt a szép produkciót. Köszönöm szépen. A két szélső, Karcagi Nagy Zoltán. A két szélső, így van. Hát kedves József, ebbe a dalba viszont nyugodtan fel lehetett volna vinni a végét, mert ez egy olyan... Visszatérve a múlt héti megbeszélésünkre. Egyébként csak egy nagyon rövid kérdés. Ugye az csak véletlen volt, hogy a hallgatóban megismételte a refrént. Az csak véletlen volt. Úgy gondolom, hogy véletlen. Megnyugodtan. Annyira ösztönszörűen jön, hogy... Tehát azt sose szoktuk, azt nem kell. Csak a második refrént ismételjük meg mindig. Csárdás az önmagáért beszélt, szenzációs volt, és nagy közönség sikere volt, úgyhogy gratulálok. Köszönjük a zsűrinek. Más köszönjük nem szól, szépen. Parancsolj, fáradj a helyedre. Vita, még te hívod a versenyzőt, én meg elárok egy titkot, szerintem nagyon nagy gondba lesz a zsűri most, hogy így megyünk bele, és egyre jobb versenyzők jönnek, úgyhogy föl lehet kötni a gatyát majd, hogy egyszerűen fogalmazzak.